Hello mindenki, lát vagyok, ez pedig itt a Sims 3 35. része. Előző részben, ha minden igaz, találkoztunk a leszármazottunkkal, és most alszik mindenki, szóval felpörgetem kicsit az időt. De ha jól emlékszem, Andit még mindig nem tanítottuk meg vezetni. Aha, ja. Yeah. Akkor erre most egy kicsit rágyurunk, illetve arra, hogy Summert előléptessék, csak hogy ősz van, 6 fok, és a tó be van fagyva elvileg. Mindjárt meg is nézzük, hol az a kis tavacska, itt van. Igen, be van fagyva. Túl vékony a jég, hogy jégkorcsolyázzon. Jó. Fuck logic. Nagyon jó. Bocsánat. Akkor igazából nagyon nem tudunk neki horgászati jártosságot szerezni. Lidérc nap van, annyi biztos. Valaki felkelt. Körülbelül mindenki most fog felkelni, amúgy. Mindjárt kiderül, ki kelt fel. Summer. Oké. Okay. Summer éhes. Akkor egyen maradékot Gofrit. Aztán Teo is. De most mit csinálsz? A lét és a nemes lét küszöbén. Te is éhes vagy. Te is egy ilyen gofrit. Új gofri. Atomjai nem képesek egy idősíkon maradni, menj mielőbb kórházba, mert az időparadoxon betegség halál. Óha! Akkor Teo elmegy kajálni, mint veszedelem. Andi is éhes, Andi is egyen, gofrit. Amint Teo elment a hűtőtől. Oké, közben állítsuk meg az időt. Remélem ebben a városban van kórház. Ha minden igaz lennie kell... Kórház megvan. Kórházba vonul időbetegség miatt. Bingo. Ez kell nekünk, mert különben Teo meghal, és azt nem szeretném. És nagyon remélem, hogy nem fog meghalni. Amúgy közben, ha minden igaz, Teo inventóriában van a kocsi. Amit ki is rakok. Így, és megnézzük, hogy most mivel megy. Akkor először menni... Mennie kell dolgozni. Andinak meg suliba. Jó. Közben kövessük Teót. Ugyanis munkába kell mennie. Nézzük a munkába, mit kell csinálnunk. Tűzbiztonsági előadó. Oké. Okay. Tudjuk már fejleszteni? Nem tudjuk még fejleszteni. De viszont karba tudjuk tartani. Azt karba tartjuk gyorsan. Tűzriasztó továbbfejlesztése, illetve karbantartás. Mi ez? Tovább... Oké, azt tovább akarta fejleszteni amúgy is. Mi ez? Feltalálói jártosság továbbfejlesztése. Atletikai jártosság továbbfejlesztése. Nézzük atlétikában. Kicsit még távol vagyunk, de ja. Aztán pedig edzeni akar 8 órán keresztül. Hát ezt nem tudom, hogy fogjuk megoldani, de majd csak kiderül. Mindent megpróbálok. Közben itt Dávid, nem tülkössi, el van, mint a befőtt, ugráljanak együtt, nem ugrál most együtt, Teo most veszettül hajt arra, hogy előléptessék legalább. Summer meg otthon Hessel körülbelül, rakjon lendet a telken, ezt támogatom. Andi közben 5-ös tanuló, szóval közepes energiabefektetés tökéletes lesz neki. Szerencsésnek érzi magát, mert a jelen... tényleg mázista jellemvonása van. Jó. Akkor nézzük csak Teót, hogy halad. Kicsit gyorsítsuk fel az időt, hogy azért lássuk is, hogy halad valamit. Azon kívül, hogy ott... Ó! Oh. A tudomány szálkái, nem kell javítanunk az osztályozaton, szóval azt nem fogadjuk el. Meddig vagyunk?
Délután 5-ig még van 6 órát, hogy meg vagy felfejleszd azt a tűzriasztót, Teó, szóval csak sikerül. Aztán utána rohadt gyorsan el kell menned a kórházba, mert különben meghalsz, amit nem szeretnék. Jó, nem érdekel minket a tehetségpróba, Teó kicsit elázott. Ez az. 5-ös szint. Jó. Lóerő feltuningolása. Ez az. Ez kell nekünk. Oké, karba tartotta. Mi ez? Tűzoltott autó. Reagáljon a riasztásra. Gyerünk, Teó! Oké. Nem sieti el a dolgot, úgy nézem. Lassan oda is érünk talán. Kis tűzfészek, szóval nem annyira nagy. Közben ezt a lehetőséget, hogy repkedjünk, ezt én ki szedem innen, ugyanis kicsit idegesítő. Na, odaérünk már? Hova kell mennünk egyáltalán? Persze, hogy a város túl végébe. Gyerünk, Teó! Futás! Olcsa el a lángokat, jó? Megszakad a szíve, ha elpusztítja a lánga kedvenc tárgyait. Hát próbálkozunk. Gyerünk, gyerünk! Ajha, bál is van. Ó, ez mi? Gratulálunk, Teó Sima, Twinbrook városvezetése kiemelkedő munkaerőpiaci szerepvállalásáért előléptetésben részesítette. Ismét! A szorgalmas dolgozó mától fecskendő idomárként ismeretes, a nagyobb tűzekhez nagyobb tömlőkre van szükség, a lángok egyre forróbbak, és a sziréna is egyre hangosabban süvölt. Tegyél meg mindent a polgárság védelmében, ami erődből telik, és vitézséged nem marad észrevétlen. Áldozatkész szolgálatainak elismeréseképpen Teó hangyás kapott egy egyedi dísztárgyat, ez a pompás tűzoltó fejsze remekül fest majd Teó hangyás falán. A jutalmat megtalál a Teó hangyás személyi eszköztárában. Teó heti fizetése jelenleg 520 szimoleon, a munkaidője pedig ugyanannyi. Jépi. Szentséges bolyhos lámák Teó hangyás a térvidő kontinuum fluktuá... Aha. Oké. Okay. Jó. Mi ez? Tűzoltás. 5 tárgy feljavítása. Hát ezt mindjárt megnézzük. 400, 400. Ez nem kell, akkor ez. Teó, pörköljünk vissza. Még van 2 óránk, addig megpróbáljuk feltuningolni ezt a VU-VU 4000-et. Mit szeretne? A lét és nem lét küszöbén. Lóerő feltuningolása, ezt egy óra alatt talán meg tudjuk csinálni, nem? Vagy ha nem is, akkor majd legközelebb. Vagy egy kicsit túlórázik. Kész. Itt lakunk a szomszédbe, szóval egy kis túlóra belefér. Oké. Okay. Ajha. Andi közben elment a bálba. Szalagavató bál. Vágom. Jó, de Teó, mivel, hogy éppen majdnem így megmurdelolsz,
Ezért most elküldünk téged, veszed gyorsan a kórházba. Így bemegy, aztán eltűnik, ja. Jó. Közben Summer mit művel, játszik, Andi. Andi ott van, jó. És most bitangulá elcsesztem a kamera nézetet. Na ez mi volt? Teo hangyás szímet sikeresen kigyógyították az időbetegségből, így a kellemetlen a lét és nem lét küszöbén már nem múlté. Andi elnyerte az idei év bálkirálynői címét, megköszönte mindenkinek, majd arról kezdett beszélni, hogy a legfőbb vágya tulajdonképpen a világbéke. Ajaj. Micsoda életcélok. Mesztelen... Nem, Summer, felejtsd el. Egyél gofrit. Teó is éhes. Te is egyél gofrit. Aztán... Summerrel egy kis együttlét. Teó, te jó ég, Andi az előbb látott egy háromszemű lámát, valaki segítsen. Ugyanis Teónak a társasága kicsit a béka segge alatt van, utána pedig ehetsz te is mondjuk hordogot. A dekoráció egészen egyszerűen hihetetlen. Andi úgy érzi, mintha a tenger fenekén járna. Mindenki káprázatosan fest az ünneplőjében, Andi le sem tudta venni a szemét a többiekről. Nagyon jó. Mi van még? Andi alig várta, hogy a bálban találkozhasson a Simmel, akiért titokban régóta epekedett, de az illető egész este mindent megtett, hogy kerülje őt. Hát ez egy picit gáz. Szóval, amúgy nem az orromat turkálom, csak nagyon viszket az orrom. Nem tudom miért. Lehet, hogy allergiás vagyok, nehogy félreértsétek, csak most azért mondom. Jó, Andi még a bálba van. Akkor még nem tudjuk megtanítani vezetni, szerintem. Most akkor párna csatázzanak egyet Teóval, amint kaját. Ezt még úgy láttuk, hogy hogyan kell párna csatázni. Addig is fizesse be a számlákat először, és vegye fel a leveleket. És utána hívja párna csatázni Teót. És persze ápold a kertet, és utána párna csatázhattok. Így. Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell. Andi kosarat kapott a kiszemelt táncpartnerétől, úgy döntött, hogy az este hátralévő részében egyedül lötyög majd a parketten szegény. Oké, Summer ajándékot kapott. Andi és pupák kapcsolata nem érdekel. Andi szeretett volna csapdát állítani, de a hely tele van felügyelő tanárokkal. Ezt már előbb bejátszotta. Egy órán belül. Aha. Mi ez? Az iskolabál véget ért, vigyázz magadra és indulj haza rögtön még a takarodó előtt, nehogy szembe kerülj a törvénnyel végül, de nem utolsó sorban ne felejtsd el megnézni a bálon készült képeidet az eszköztáradban. Jépé! Szóval, Andi, ha minden igaz, már jön hazafele. Fénykép cím nélkül. A királynő koronája. Hajáj! Ezt ide kirakjuk. Meg ezt is csak meg kéne fordítani. Így. Nem táncoltak vele, szegény Andi. A szalagavató királynő, de legalább királynő lett. Szóval, ja. Legyen hotdogot. Párna csatázzatok! Azt mondtam, párna csatázzatok! Te úgy, akivel beszélsz, nem beszélsz vele. Aludjál! Summer, te is aludjál! Andi, neked én állítottam be ezt a ruhát? Lehet. Már nem biztos. Nem nagyon emlékszem. Amint tettél, akkor gyorsan dobj be egy mosást, és menj el zuhanyozni. És tele van a szennyes tartónk. És még itt is van egy adag. Jó.
Jó. Kis bál királynőnk mosogat. Vagyis hát mos. Jó, először rá kellett volna küldenem zuhanyozni és utána mosni. Na mindegy. Itt is van egy. Ó, Andi. Jó, mindenki alszik. Ki fog felébredni először? Lövésem sincs. Teó holnap megy dolgozni? 8 óra múlva megy. Szemmel is 8 óra múlva megy. És hát már 7 óra. Andi nem érte meg a leckéjét. Júj. Ezért most gyorsan felkeltjük. És vihar gyorsan megiratjuk vele a leckét. Muszáj lesz megírnod, Andi. Muszáj. Ugyanis leromlik a jegyed, és akkor nem nagyon leszek veled jóba. Mert egyetemre akarlak téged küldeni. Andi, egyetemhez jó jegyek kellenek. Ha nincsenek jó jegyek, nem mész egyetemre. Vágod? Így is sokat kell érte fizetni, de akkor is. Amúgy tényleg ilyen 1000-1200 szimoleon azt hiszem az egyetem, bár nem vagyok benne nagyon biztos. Majd meglátjuk. Teó, te miért keltél fel? Csak úgy random? Jó, akkor megbeszéltük. Atletika jártasságot szeretne. Jó edzés, jó tempó. Úgyis 8 órán keresztül szeretne edzeni. És Andi, miután megírtad a leckét, azután elmehetsz aludni. Jó. Summer pedig... Magokat találni. Nem találsz magokat, ez biztos. Egy mérlekinte megvásárlása sem. Igen, pakolja át a ruhákat a szárítóba, azt támogatom. Utána pedig egyél hotdogot. Már kicsit éhes vagy, amint látom. És lassan menj mindenki dolgozni, suliba, stb. Takarítsad el majd. Aztán pedig szedd ki a ruhákat. Nulla fok van, és 9 nap van télig. Az úgy jó. Megfagytak a növényeink is. Aj, Summer, mit csináljak veled? Mit csináljak veled? Ugyanis most horgászni nem tudom elküldeni. Oké. Okay. Ja. Andi, neked van-e valami problémád? Na, végre használja egyszer a laptopját is. Tényleg amúgy ezt... Add el. Hogy legyen egy kis pénzünk. Legyen mit megtakarítani az egyetemi tanulmányaidra. Jó. Te is mész. Oké, Teó szintet lépett atlétikába. És neki is kéne mennie. Dolgozni. Állom a testedzésről. Edzősködjön valaki mellett, nem. Majd a munkában. Komolyan mondom, ezt a pár métert megsporolhattad volna azzal, hogy nem a kocsi felé mész, hanem átgyalogolsz a tűzoltó állomásra. Valahol kell lennie itt mi a bánatnak. Egy zuhanyzóna. Bingo. Van itt még... Oké. Okay. Vannak itt még ágyak is. Nagyon jó. Lóerő feltuningol. Először karban tartjuk, utána feltuningoljuk a lóerőt. Hol a másik csengő? Itt. Az 99%-os. Jó. Akkor még egy kis kajálást ide beiktathatnánk, ha megtalálom a... Mi a bánatot? Hűtőt. Ha van itt. Eddig még nem találkoztam hűtővel. Csak a szememet szúrja ki. Nem kiabált. Komolyan mondom, nem kiabál. Most feltuningoljuk a lóerőt.
Így legalább talán gyorsabb lesz. Írókör. Nem javítunk az osztályzaton, ugyanis Andi, ha minden igaz, ötös tanuló. Igen, nagyon jó. Nem figyelünk meg szarvast. Aj, Teó. Teó. Aztán, ha Summer hazaért, akkor... És Andi is, akkor kicsit kapcsolok villanyt, mert megint sötét vagyok nagy valószínűséggel. Akkor megpróbáljuk megtanítani Andit vezetni. Aztán majd kiderül. Ki tudja. Ami annyira rossz, hogy elkezdem a videót, és még süt a nap, és utána meg beborul a felénél, és én nem tudom, hogy hogy nézek ki. Oh, what? Mostantól tűzoltóként dolgozik. Nagyon jó. A lángok az ég felé nyújtózkodnak, a lélegzeted visszafolytása itt már nem elég. A város a költségvetése egy részét arra fordította, hogy bővítse a tűzoltóság felszerelését, így a legmodernabb oxigénpalackokkal felszerelkezve vehetitek fel a harcot a tűzzel. Bízz bennük, használd őket és hagyatkozz rájuk, egy szép napon megmenthetik az életedet. Teó hangyás új egyenruhát kapott, amelyet munka közben viselhet. Ez az. Teó heti fizetése jelenleg 640 szimoleon, előbb csak 500 valamennyi volt. A munkaideje pedig 10-től 6-ig tart, este 6-ig. Egy órával elcsúszott az egész dolog. Most pedig egyél szerintem valamit. Az egyik társad a tudományos laborban nemrég elrontotta a rendkívül fontos szerkentyűt, amit mindenki a következő évtized legnagyobb, hogy is hívják elnak tart, vagy valami ilyesmi. A francia kulcs igazi mágusaként ismernek, így társad nem is titkolja abbéli reményét, hogy helyrehozod a ketyerét, mielőtt a főnök rájön. Siess a laboratóriumba, javítsd meg a szerkezetet, és a kollégáid szívükbe zárnát, emellett csinos jutalmat zsebelhetsz be. Ezt megpróbáljuk megtenni. Teó most akkor... Ja. Oké. Nem játszol. Mit kell fejleszteni? Atlétika és ezermesterség. Jó, akkor... Ja. Akkor edzél. Jó tempóval. Úgyis még van 4 óránk. Elvileg Summer otthon van, és Andi is, ha minden igaz. Nem, még csak most ér haza. Akkor Summer-t ezt hagyd abba. Tanítsa meg Andi szímet vezetni, mert elvileg a kocsi az itthon van. Igen. Közben Teó edz, mint a veszedelem. Ja. Oké, Andi egyre jobban vezet, ahogy nézem. Haza kell mennem, viszlát, hát nem is beszélgettünk sokat. Játszani az óceánban. Andi, te mit csinálsz? Még nem készíted el a házi feladatodat most? Mi ez? Az új autó illata. Jó. Még nem tanult megvezetni. Most mehet haza. Jaj, Istenem, Andi, miért nem vártad meg szerencsétlen anyádat? Az atlétika jártasság majdnem maximumon van, ez az. Andi merre jár? Komolyan mondom, édesanyád előbb hazaért, mint te. Jó, akkor írd meg ott a házi feladatot, de szerintem inkább menjél haza. És elloptad apádnak a
izé, robogóját, jól van. Most, hogy ennyire hisztisztél, készítsd el a házi feladatot. Ja, Istenem. Ez a lány! Jól van, és akkor itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, a következő részben már megpróbáljuk megtanítani Annit vezetni. Akár akarja, akár nem. Megtanul vezetni csak azért is. Közben Teónak letelt a munkaideje szerintem, szóval mehet haza. Ja. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy Teót megint előléptetik, bár mondjuk ezt most nem tudom megnézni, hogy mit, miért pontosan ez a dolog, szóval passzolok. Szóval, köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!